És megkérem az Zolit, hogy válaszolj nekem arra a kérdésre, hogy szükség van-e egyáltalában összefogásra ahhoz, hogy a Fidesz le lehessen győzni? Azt a megkérülő választ szoktam erre adni, hogy valamiféle társadalmi koalícióra biztos, hogy szükség van. És aztán, hogy ennek mi a kivitelezési módja, erre ki kellene dolgozni, vagy kellene, hogy létezzenek ezzel kapcsolatosan különböző stratégiák. Ha úgy áll a helyzet mondjuk a választás előtt fél évvel, hogy nincsen egy automatikus, vagy automatikusnak látszó váltópárt, hát akkor gondolom össze kellene gerbízni a különálló, igen, egyet, vagy össze kellene gerbízni a különálló pártokat. Egy másik technológiai lehetőség az, hogy lesz ilyen párt, ami, nem tudom, ugye olajfázni szoktak, mondjuk azt, hogy milyen tölgyként a fölében nő a többieknek, és akkor az egyébként egyedül tud váltó párt lenni. Pillanatnyilag olyan adatok vannak, amelyek arra mutatnak, hogy valamiféle közeledésre szükség van. Ugye amikor mindegy, most hülyen hangzik, hogy magamat reklámozom a narancsban, de amikor ugye erről beszélek, akkor hát nincs két darab véleményem egy héten belül. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a kulcs mozzanata az a nyitottság, ami arról szól, hogy ezek a pártok, amelyek most a színen vannak, és amelyek több vagy kevesen jó indulattal igyekeznek közelíteni ehhez az egész problémakörhöz, ezek zárt rendszereket akarnak működtetni, tehát egy olyan üzemmódba helyezkednek bele, amiben csak a saját logikájuk fér bele, és ez vonatkozik arra, hogy egy párt bevon-e társadalmi erőforrásokat vagy sem, tud-e másképpen politizálni, mint hogy 20 évvel át politizáltak ebben az országban, és meg tud-e szólítani olyan választópolgárokat, akik automatikusan nem szavaznának rá, hát vagy nem. Ha elkülönült zárt rendszereket akarnak alkotni ezek a pártok, akkor se egymással nem fognak tudni szövetséget kötni, se a szavazótáborukat nem fogják tudni kiterjeszteni. A szavazótábor kiterjesztése az azt jelenti, hogy egy párt szavazótáborán belül jön létre egy ilyen értelemben összefogás és társadalmi koalíció. Hát valamit kéne csinálni ez ügyben, igen. Hát akkor vegyük végig a dolgot. Ugye van egy 2011 ősze óta van egy választójogi törvény, aminek, ha én jól látom, az a lényege, hogy aki egy relatív többséget szerez több mint 60-70 választókörzetben, az lényegében mindent visz. Tehát ha egy párt relatív többsége, vagy jobban áll, mint a Fidesz, akkor számíthat arra, hogy legalább egy többséget, de ha még sok körzetet megnyer, akkor akár kétharmadot is elérhet. És a nem hivatalos álláspontjának tűnő szakértői anyagot, amit az MSZP-ből valamiért már megint valami kiszivárgott, abból úgy tűnik, hogy az MSZP-nek ez a stratégiája, hogy ő lesz a váltópárt, aki akár ha 70 választókörzetet megnyer, akár kétharmadot is tud szerezni. Jól látom-e ezt a dolgot az MSZP-ről most? Vagy ez egy taktika, egy átmeneti elgondolás? Vagy ez tényleg egy szakértői vélemény? Köszönöm a másik kérdést. Vagy jól látom-e, hogy az LMP az tulajdonképpen kettő párból áll? Még se kellett volna ezt a másik kérdést. Nem, akkor erre ne válaszol. Jó. A két dolog azért tartozik egybe, mert nyilván a két párt stratégiáját befolyásolja a másik viselkedése. Ami tény, és amivel nehéz vitatkozni, az, hogy az LMP-nek van egy kongresszusi állásfoglalása, ami arról szól, hogy ők parlamenti párttal nem kötnek semmilyen választási együttműködést. Hát innentől kezdve a dolog meglehetősen egyszerűvé válik. Ugye ennek volt egy gyakorlati kivitelezése is a második kerületi időközi választással. Erről akkor nem kell különösebb részleteket elmondani.
Na most mondd el, mert nem mindenki. Hát ugye annyi történt, hogy a második, ugye ott még volt második forduló, majd ez 2014-től nem lesz, és a második fordulóban ugye Karácsony Gergely nem lépett vissza Lévai Katalin javára. Most erről ugye lehet ilyen retorikai finomságokat kiemelni, hogy a Gergő abban a bizonyos páros interjúban nyáron azt mondta, hogy akkor lép vissza, hogyha az ő visszalépése ténylegesen befolyásolja a választási győzelem lehetőségét, és úgy ítélte meg, hogy ez nem befolyásolja ténylegesen. Ezt a másik oldalon, illetve az összefogásnak a hívei meg úgy értelmezték, hogy mindenképpen visszalép, hogyha ő a harmadik helyezett, és nem a második. Nem történt meg a visszalépés, és igazából ebből adódóan a gyakorlatban nem került kipróbálásra az, hogy mi történik abban az esetben, hogyha nem olyan típusú, tehát egyszerűen csak spontán összefogás alakul ki, hogy az egyik pártnak nincs a jelöltje, hanem kimondja az egyik párt azt, hogy tessék a másik jelöltjére szavazni, én megpróbáltam, nem sikerült, de fontos cél az, hogy a Fidesz leváltsuk. Na most mivel van az LMP-nek ez az álláspontja, innentől kezdve az MSZP-nek, amelynek szerintem egyébként ambíciója, kifejezetten ambíciója az, hogy ne kelljen koalíciót kötnie. És hozzáteszem, ez egy politikai pártól azért nem egy olyan elrugaszkodott szándék. Nagyon érdekes megfigyelni ezt, hogy, ezt jó, hogy a Klárának mondom, de nagyon érdekes megfigyelni, hogy MSZP-s és SZDSZ-es politikusok mennyire ellentétes és mégis azonos következtetésre jutnak a korábbi három koalíció kötésükből. Az MSZP-ben az általános vélemény, hogy a farok csóváltak át. Nekik ez egy rossz emlék, hogy hiba volt átadni az oktatást, aztán hiba volt átadni az egészségügyet, és hogy többet ilyen helyzetben nem akarnak belebocsátkozni. Van egy kifejezett szándék arra, hogy baloldali politikát folytassanak, kitalálják, mi a baloldali politika 2010-es években, és azt csinálják meg. Szerintem ez egy elég legitim szándék, és azt gondolják, hogyha megint jön valami koalíciós partner, akkor az megint nem a saját kormányuk lesz, miközben egyébként darabra messze ők hozzák a legtöbb szavazót. Ugye az SZDSZ-es emlék meg az, hogy létrejött a koalíció, és az MSZP ráfeküdt az SZDSZ-re, ráadásul az antikommunista szavazók azok elrohantak. Ugye van ez a vita, hogy 94-ben nem kellett volna, 96 vagy 96-ban ki kellett volna lépni, hogy 2008-ban pont a helyén volt ez a fajta kilépés, és egyébként utána az SZDSZ végig úgy csinált, mintha kormánypárt lenne, stb. Tehát ez meg az LMP gondolkodását határozza meg, hogy érdemes-e junior partnernek bemenni egy mindenképpen nagyobb és sokszor nagyobb támogatottsággal rendelkező párt mellé. Most mindezzel azt szeretném volna csak mondani, hogy szerintem az MSZP-nek annyira nem fáj, hogy az LMP vele nem akar különösebben együttműködni, de egyébként tényleg nem akar vele az LMP együttműködni, tehát ha tetszik, ez a kényszer, ha iszonyatosan nagy igény lenne az MSZP-ben, akkor is ez a kényszer mindenképpen előállna, és ennyiből van egy logikája annak, amit ebben a már nem titkos stratégiában a szocialisták leírnak, hogy döntően egyedül készülnek. És ugye van még egy dolog, amiről beszélni kell, és ez is meghatározza az MSZP gondolkodását erről az egész összefogásról, az nevezetesen, hogy ők nagyon bíznak a saját szervezet erejükben. Tehát konkrétan az a probléma merül föl, és ez egyébként tényleg egy probléma a 2009-10 táján létrejövő szervezetekkel, hogy ki mennyire van ténylegesen jelen az országban. Tehát valóban lehet-e megegyezést kötni 106 egyéni körzetben? Vagy nem? Tehát ez szerintem nagyon sok tekintetben helyben fog eldőlni, ahol hát egyszerűen nincsenek jelen bizonyos politikai erők, akár olyan politikai erők is, amelyek magukat országosnak mondják. És akkor innentől kezdve megint csak az a probléma merül föl, hogy mennyire éri meg az alkú, hogy ki fog többet engedni, és ebben bizony most van egy ilyen rivalizáló időszak, amikor a kis szervezettsége rendelkező pártok próbálnak növekedni, szerintem hát viszonylag kevés, vagy legalábbis az általuk vártnál kevesebb sikerrel, még az MSZP igyekszik ezt a meglévő szervezeti fülényét maximumra járatni, nem véletlen, hogy már vannak egyéni választókerületi felelősök, akiknek egy jelentős része gondolom, hogy egyéni választókerületi induló lesz, és hogyha ők üzembe helyezik a maguk választási fölkészülését, akkor onnantól kezdve hát sok helyen kész helyzet elé lesz állítva mindenféle ilyen összefogásról
szóló beszélgetés, vagy párt, vagy mozgalom. Ja, az LMP-t nem. De mindjárt mondhatod. Tehát, hogy az MSZP egyik nagy fegyverét, hogy régebben 176, most meg 106 választókerületben fölkészültek, és a kisebb pártok pedig se nem eresztettek gyökeret egy pár területen, más, vagy az ország számtalan részén, beleértve az NMP-t is, az, és hogy tulajdonképpen csak az MSZP képes a kopogtató cédulákat összegyűjteni, ami nem lesz. Tehát azt a fegyverét az MSZP-nek most a Fidesz tulajdonképpen kihúzta, hogy szükség lenne egy kopogtató cetli gyűjtő csapatra. És ha én jól érzékelem, akkor ugye a Fidesz azért ezt nem gratis, nem a nagyvonalúsága és a demokrácia jegyében találta ki, hogy a kopogtató cédula rendszer megszűnik, hanem pontosan azért, hogy minden kis párt lényegében önállóan el tud indulni, hiszen 27 egyéni jelölttel, akiknek összesen darabonként A200 aláírást kell összeszedni, tehát 5400 aláírással országos listát lehet állítani. Tehát, hogy tessék külön indulni. Na de, ha minden kis párt külön indul, akkor azért az MSZP-nek mégis hiányozhat majd egy pár vaks ahhoz, hogy nyerjen. Vagyis a Fidesz szerintem, de lehet, hogy rosszul látom, akarata ellenére egy olyan eszközt fog bedobni, vagy egy olyan eszközt szavaz meg, ami lényegében bele fogja kényszeríteni az MSZP-t egy választási szövetségbe. A Fidesznek is ugyanúgy megosztó. Igen. Attól még válaszolj el. Én azt válaszolom. Rihárd megérkezett, mert most kitűntette már magát. Igen. Jó, ami a választási rendszer illeti, magyarul nyilván esetleg a tud még többet és hosszabban beszélni, de nagyjából egész évben, amit a Fidesz előállít, az egy olyan választási rendszer, amiben legyen minél kevesebb szavazó és minél több jelölt. A történet erről szól, és nyilván ez a 200 ajánlás, ez egy csáverű arra, hogy mindenki el tudjon indulni. De most, hogy a kényszer az fog-e működni, tehát hogy hát sok lúd az lesz, az kétségtelen, hogy lesz-e valamiféle... De ez csak a magyar közmondások miatt adunk. Mert így szól a mondás. Nos, hogy van-e ilyen kényszer, az szerintem azért egy többfelelő kérdés. Mert persze egyfelől az én politikai racionalitásom az azt mondatná velem, hogy van valahol egy időpont, amikor meg tudom nézni, hogy hogy állnak a támogatottsági viszonyok, kb. Be tudom lőni azt, hogy mekkora a két legnagyobb párt közötti különbség, és megnézem, hogy mennyi hiányzik. És akkor ettől függően eldöntöm, hogy akarok-e összefogni, vagy sem. Ne zárjuk ki, hogy egy ilyen döntés megszülessen. Na de azért itt több mechanizmus is beindulhat. Egyfelől beindulhat az a mechanizmus, és szerintem az MSZP alapvetően ebben gondolkozik, hogy pontosan azért, mert a kormányváltás annyira fontos cél lesz, ezért a kisebb szervezetek szavazói ebben a bizonyos lélektani pillanatban majd elhagyják az ő kisebb szervezeteiket, és beállnak az MSZP zászló alá, mert hogy az a pár biztosítja a kormány leváltásának a lehetőségét. Ez, ha tetszik, elméletileg ugyanolyan plausibilis logika, ugyanúgy kényszer, és ha tetszik, egy ilyen kényszerverseny fog majd zajlani, hogy most a szavazók jöjjenek ide, vagy a pártok álljanak szóba egymással. Nem mondom, hogy teljesen nyugodt vagyok amiatt, hogy ez a fajta gondolkodás fogja nagyjából eldönteni a 2014-es esélyeket. És van itt még egy dolog, és ez részben kapcsolódik a telebbés kérdésedhez, hogy persze egy olyan helyzet is adódik, hogy nem adódik, ezzel élünk, hogy ezeknek a kis pártoknak, kis meg közepes, inkább kis pártoknak, azért azzal is szembe kell nézniük, hogy fáj nekik láthatóan, de az MSZP az létezik. Tehát egyszerűbb lenne a dolgok, ha nem létezne, de létezik.
És ezt az MSZP problémát kezelni kell, és azt gondolom, hogyha az MSZP számára néhány százezer, 2-3-400 ezer szavazó lehet a tét ezeknél a kispártok bevonása kapcsán, hát a kispártoknak meg azt kell figyelembe venniük, hogy az MSZP-nek van mondjuk 1,5 millió szavazója. Ezt ugyanúgy számításba kell venni, hogy őket nem lehet majd letakarni, nem akarom látni. Tehát ennyiből ezek a kényszerítő erők mind a két oldalon megvannak, és hát ebben kell majd egy döntést hozni. Úgy tűnik, hogy ez a döntés egyelőre egyrészt nem született meg, másrészt igyekeznek halogatni ezt a döntést. Valamennyi idő erre van is nyilvánvalóan. Nem gondolom, hogy ez egy végtelen idő. Nagyjából mindenki abban gondolkozik, hogy majd a bölcs választók ponton ezt el fogják dönteni. Ez egyébként egy fönnálló opció, de az is lehet, hogy a bölcs választópolgárok azt mondják, hogy ők nem szeretnének, nem tudom, kisebbik rosszra szavazni, és ott maradnak, ahol vannak, vagy nem áramolnak át elegen se egy összefogásba, se egy nagy váltópárthoz, és akkor pont nem lesz elég a kormányváltáshoz a többségük. Hát ezek benne vannak a pakliban. Most adjuk oda a Ricsinek a mikrofon. A kérdés az ugyanaz, ami az Zoltánhoz volt. Szükség van-e összefogásra a Fidesz legyőzéséhez? És ha igen, akkor milyen lehetőségek vannak erre, illetve milyen akadályai vannak ennek? Köszönöm, persze, hogy szükség van, és rengeteg akadálya van ennek, ugye? Milyen lehetőség? Mert van egy kis esély. Igen, hát bocsánatot kérek. Mindenkit üdvözlök, köszönöm a kívást, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hogy is ilyen körben erről beszélhetünk, csak éppenséggel nem tudtunk ideérni. Általában az utolsó pillanat után szoktam beesni, de most nem erről van szó, mert ugye most a Margit körúton egy demonstráció van, és erre nem számítottam, hiszen nem politikával foglalkozom, úgyhogy nem tudom. Nem tudtam, és most már nagy pártok vannak, valami jobbik, vagy miért? Vissza akarják kereszteni Mártirok kutyának. Igen, vissza kell kezdeni. De akasztófát is kirakni. Úgyhogy, bocsánat, hogy ilyen későn, de akkor most belekezdtem valami olyasmit szeretnék talán mondani, ami nem egyezik meg azzal, amit eredetileg szerettem volna mondani, és végképp nem egyezik meg azzal, amit fél óra vezetőt terveztem, hogy mondani. De most valami olyasmit szeretnék mondani, hallva félig azt, ami eddig elhangzott, hogy úgy kezdtünk el, alig, hanem erről az egész dologról beszélni, mint hogyha ennek az egésznek lenne értelme, kis túlzással szólva. Tehát, hogy mint hogy normális életet élnénk, mint egy normális világban lennénk, egy demokráciában élnénk. Márpedig ez nagyon kérdőjárt, tehát azért valamit erről is kéne mondani, hogy milyen helyzetben vagyunk, és milyen helyzetben várjuk a választásokat, amelyek valamikor elkövetkeznek. Kérdés, hogy egyáltalán szabadok és tisztességesek, tehát fair választások lesznek-e, mert erre ezután a mondat után is tenni egy-két kérdőjelt vagyunk, egy 100 kérdőjel. Először megkérdezem, hogy lehet-e egyáltalán hallani, amit mondok. Mert érteni nem lehet, azt már megszoktam. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy úgy beszélünk, mintha normális világban lennénk, pedig nem. Tehát azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a helyzet, ez nem normális. Nem kellett be, ez bele fog kerülni. Tehát aki most külföldön akar tanítani, erről az most jelentkezzék, mert hamarosan ez tantárgy lesz. Ez olyan tantárgy lesz, amit már 18. században kitaláltak. A 18. században világosan a legnagyobbak neveket tapintatban nem is mondanék. A legnagyobbak megírták, hogy ilyen helyzet előállhat, és úgy kell csinálni a dolgokat, hogy ilyen helyzet ne álljon elő. Hogy az alkotmány történetesen, és nem erről akarok holnap reggelig beszélni, de az alkotmány történetesen arra találták, hogy az ilyen helyzeteket megakadályozza. A mi alkotmányunk nem, hogy megakadályozta volna ezt a helyzetet, amivel most élünk, és mindenki tudja, hogy milyen helyzetről van szó, ezért majd leírom egy pár leíró mondattal. Ugye, a mi alkotmányunk nem, hogy megakadályozza, hanem létrehozta ezt a helyzetet. Ugye az előző alkotmány tette lehetővé, hogy az új alkotmány megszületessék, és az új rendszer, ugye, ez ennek alapján épült ki. Itt egy rendszerről van szó. Most persze a politika tudomány, amelyik hát egyébként gyerekcipőben jár, mint ezt mindannyian tudjuk, sőt, kis tudás, amíg cipője sincsen, tehát egy csecsemővégtelés most még, ugye? Kísérletet tesz arra, hogy ezt a helyzetet leírja. Nem normatív, nem, tehát deszkriptíve, hogy bemutassa, hogy itt miről van szó. Sok vita van arról, és nem ezt sem akarom húzni, hogy itt új politikai rendszerről van szó, vagy a rendszernek voltak éppen milyen jelzője van. De ha más nem is, annyit lehet volna egy új kormányformáról, tehát új kormányzati rendszerről biztos, hogy szó van. De az új kormányzati rendszerben, amelyet mondjuk, hát mondjuk van néhány előzménye itt, ott a 20-as évekből, és itt tovább Európában, hogy hívom, de tulajdonképpen ez egy egyedi helyzet, amikor tehát valaki, aki hatalma van, azt sem, amit akar. Szó szerint azt sem akar. Ez különbözik attól,
amit mondjuk a brit királynő megtehet, mert a brit királynő bármit megtehet, és mégsem tesz, és sok mindenről lehetne itt még beszélni politikai kultúra területén. De a politikai kultúrát, ha nem nézzük is, a szabályok arra vannak, hogy azokat betartsuk, és nehogy holnap újraírjuk, és újraírjuk, és újraírjuk. Nyilván a törvényhozó hatalmat arra találták, hogy törvényeket alkosson természetesen, és persze, hogy a szabályokat a törvényhozó hatalom hozza, de van egy szabálykönyv, amely alapján hozza, amelyen belül hozza. Vagyis beszélgethetünk természetesen, és nyilván ez lesz ma este a feladatunk a választói rendszerről és a választási eljárásról is. Arról is beszélgethetünk, hogy most, hogy látjuk, hogy milyen lesznek a választások, de nem olyanok lesznek. Ha fél évvel ezelőtt beszéltünk volna erről, akkor másképpen beszéltünk volna erről. Akkor még csak egy példa, lehet ezer példa van. Akkor például úgy nézett ki, hogy kopogtató cédulák, amik nem az a neve, hanem ajánló szervények, de mondjuk a magyar köznyelv kopogtató céduláknak, hogy az a kopogtató céduláknak a rendszere, amelyet mindenki orvaszájba szidott, aki valamennyire normális volt ebben a köztársaságban, ugye, hogy az fennmarad, mert hiszen az volt az egyetlen rossz az egész rendszerben, tehát az marad fenn. Most úgy fest, hogy az mégiscsak megszűnik, és meg azért szűnik meg, mert most az látszik a Fidesz érdekének, hogy ne legyen. Most tehát, és akkor majd a regisztrációról is fogunk beszélni, de mielőtt a regisztrációról szólnak, azért el kell mondanunk, hogy egy olyan lepedőt fogunk most kapni, ha mostani helyzet szerint zajlanak a választások, olyan lepedőt fogunk a szavazóknak bevinni, ugye, és ott a mixelni, amin, hát most mondtam, hogy 604 jelölt van, de lehet, hogy 4026 jelölt van, és semmilyen korlát nincsen. Én magam, mint magyar polgár, jelölhetek éppenséggel, és nem csak egy valakit, hanem valakit. Azt szeretném mondjuk te is a parlamentbe, de nem csak téged jelölek, hanem téged is a magusat, kérlek, azt miért teszem, és mégis ezt szabad lesz tenni mostani helyzetben. Ugye? Tehát a te ellenfeledet is jelölöm, ugye, hogy téged is ezt nyugodtan lehet, ezrében. Ez az extrémitásig fokozza az abszurditását a választásnak. Úgy beszélünk, mintha majd ilyen választásról beszélnénk. Nem egy választásról van szó, hanem egy abszurd, teljesen őrült ilyen helyzet, hogy sehol nem állhatott el, és most előállhat. Nem azt mondom, hogy ez bekövetkezik, hanem azt mondom, hogy a pillanatnyi helyzet szerint ez is bekövetkezhetik. Már hogyha ilyen választásról beszélünk, ami egy bobóza, a mostani helyzet szerint. De mondom, mielőtt végig körbe nevetjük ezt a helyzetet, holnap majd megváltozik, és majd más lesz. A dolognak a lényeg az, hogy olyan hatalommal, amivel a magyar miniszterelnök pillanatján rendelkezik, Európában legalábbis a második világháború óta senki sem rendelkezett, ma ha körülnézünk, senkinek sincs ilyen hatalma. Vagyis ez a hatalom korlátlan, semmilyen korlátozása nincsen, és az önkorlátozás sem ismeri ez a hatalom, mint ez világos, hát a Fidesz természetrajza, és egyáltalán az benne lévő emberek, a vezetők kapitális és karakteriális jegyéhez nyilvánvalóan mutatják, hogy önkorlátozásra itt nem lehet számítani. Itt nyilván intézményes korlátokról lenne szó, de azokat meg leépítették, tehát itt tulajdonképpen semmi nincs, ami megakadályozza a hatalmon lévőket abban, hogy egy más rendszert írjanak holnap, de hogyha az nem tetszik nekik, akkor holnap egy harmadikat. Mindezt azt fogja meghatározni, hogy milyen érdeke van pillanatnyilag a Fidesznek. Most a Fidesznek az látszik érdekében állónak, 2014-re, amennyire emberileg előre lehet tekinteni, hogy ilyen legyen a rendszer. Egy fél évvel ezelőtt, de akár még augusztusban is, tehát egy hónap ezelőtt is egészen más rendszer látszott a Fidesz érdekében, és azért az bontakozott ki. Tehát megbeszélhetjük, még egyszer mondom, és aztán befejezem ezt, megbeszélhetjük, hogy ennek milyen következményei vannak, de végtően is, ez, mire kimondjuk, lehet, hogy a jövő héten más lesz a rendszer. A rendszernek ugyanis a lényeg az, hogy bármi megtörténhetik. A bármi az azt jelenti, hogy bármi, az bármi. A bármi, az más szóval bármi. A bármi, az bármi. Hogyha anyám, itt most a közönségben valaki kitalál valamit, az még semmi, én onnan még jobban tudok, hogy az is megtörténhetik. Hogy még az is megtörténhetik. Én máshogy hallom álmomat, mint eddig hallottam. De ez se tetszik, az előző se tetszett, úgyhogy is így. Tehát ez a rendszer. És akkor még beszélhetnénk persze a regisztrációról. A regisztráció nyilvánvalóan égbe kiáltó, mindennel szemben megy, ami csak létezik, még magával ezzel az alaptörvényel is. Tehát összességében azt szeretném mondani, hogy mielőtt az összefogásról csak változik a hangod, nem? De mindegyik jó. Mindegyik. A tartalom az meg dolgozt, hogy... Tehát, hogy a regisztrációról azért két szót kellene szólni, talán ez is szóba kerül. De végül is az a taktika, amelyet tehát ez a rendszer meghatároz az ellenzéki erők számára, az tehát változhat, és akkor ez az állításom. Még lenne ez a lehetőség, most visszaadom a szót, hogy beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen most mi következik. Vannak persze politikai következményei mindannak, amiről eddig beszéltünk. De hogy mondjam, mozgó célra kell lőni, és az a cél lehet, hogy egész egyszerűen el is tűnik. Mivel minden megtörténhetik, és bármit megtehet az hatalom, azt is az megteheti természetesen, hogy a választások nem úgy lesznek, vagy nem akkor lesznek, vagy nem olyanok lesznek.
Ezt érdemes figyelembe venni, mert akárhol megyünk, és ott másra teszünk, mint ide-oda járunk, és olvasunk ezt, azt, meg mondunk ezt, azt, ugye? De végtére is mindent az a tapasztalatom, hogy az emberek, a magyar polgárok, a mi polgártársaink úgy beszélnek, mint hogyha a helyzet tulajdonképpen nehéz lenne, de azért hát olyan megoldható. Nem megoldható, összefoglalom, tehát politikailag azt szeretném mondani, hogy ezt a választást, a következő választást a Fidesz politikailag már elveszítette, hiszen olyan nincs, hogy a magyar közönségnek egy olyan nagy része támogassa a Fideszt, hogy hatalomban maradjon. Ugyanakkor ezt a választást a Fidesz mindenképpen meg fogja nyerni, akármikor lesznek és akármilyen szisztéma szerint lesznek lebonyolítódóak, mert adminisztratíve ezt a választást meg lehet nyerni, és ennek a hatalomnak megvan a lehetősége, és megvan a joga, hogy adminisztratíve úgy nyerjen meg bármilyen választást, ahogy csak akar. Na, hát ez egy nagyon optimista vízió volt, szerintem pedig nem. Tehát azt gondolom, hogy annak ellenére, amit a Zoltán mondott meg, amit most a Ricsi elmondott, hogy igenis, tehát bármilyen rendszer, elfogadom, hogy bármilyen rendszert kitalálhat is. Szóval tényleg bármit kitalálhat a rendszer szerűen, bár most már kezd egy kicsit véges lenni a kreativitás, de nyilván be lehet a kék cédulát is dobni, meg nem tudom, postakocsival az áll szavazatokat hozni a határon túliaktól, tehát nyilván lehet sok mindent csinálni, de azt gondolom én még mindig, lehet, hogy én vagyok a naív, hogy lesznek választások. És minél furábbak lesznek a szabályok, annál inkább az ellenzéki erők, és most szándékosan nem csak pártokat mondok, hanem mindenféle mozgalmakat, szervezeteket is, rá lesznek kényszerülve arra, hogy valamilyen összefogást összehozzanak, vagy valamilyen választási szövetséget összehozzanak, mert egyébként, aki ebben nem partner, és ezt tulajdonképpen most a Zolinak akarom mondani, hogy én értem az MSZP stratégiáját, de az a kis mondata ebben a szakértői anyagban, ami azt vetette föl annak a lehetőséget, hogy hát akár, ha nem nyerik meg, és nem győzik le a Fideszt, akkor ők lesznek a legnagyobb ellenzéki párt a következő ciklusban, azt gondolom, hogy ez nem tolerálható a választók részéről. Tehát aki nem akarja ezt az új rendszert, amit a Fidesz épített, leváltani, az nem szavazatokat nyer majd, hanem szavazatokat veszít. No, hát azért ennek ellenére, Ricsi, most megkérdezlek mégiscsak, hogyha ez a világ, ami már nem normális, mi még mindig úgy beszélgetünk róla, mint egy normális világ lenne, ha ennek az összefogásnak ma milyen akadályait látod, vagy milyen lehetőségeit látod? Tehát rugaszkodjunk el attól, hogy szerinted ez már egy abnormális világ, és a kérdés továbbra is az, hogy milyen lehetőségek vannak az összefogásra, és milyen akadályai vannak. Köszönöm, én nyitott vagyok arra, hogy erről beszélgessünk, és egy hónap múlva üljünk össze, és elmondjuk, hogy miért nem az lesz, amit gondoltunk, hanem egy más rendszer szerint kell felkészülni, hogy ezt megtehetjük minden múlva. Még azt szeretném mondani, mert a regisztráció nagyon gyorsan átsiklottunk, hogy persze van itt a szabad választásnak egyfajta tétje. Tehát, és azért mondom, és azért fogom újból szóval a regisztrációt, mert az ellenzéki taktika is, és végre is, bár nem úgy hangzik, ez még végre is válasz a kérdésedre. Mert hiszen az a kérdés, hogy az ellenzék tulajdonképpen ebben a helyzetben mit tegyen. Először is én szerintem jó, hogyha erre a helyzetre rámutat, hogy van egy ilyen helyzet. Ugye? Mert a közönségnek a nagy része ezt nem érti, nem érzékeli, mert akik elmagyarázhatják, azok először is nem kapnak teret, mert hiszen világos, hogy milyen média viszonyok vannak. Másrészt pedig azért mindenki egy kicsit azért optimista, hát nyilván nem a háború és békéből, nem a háborúra készül az ember, hanem arra készül, hogy többé-kevésbé normálisan fogunk élni ezután is. Én szerintem, és az már egy első pont tulajdonképpen válaszként is, hogyha az ellenzék azzal foglalkoznék, hogy erre a helyzetre rámutatna, akkor már is megvonna a közös pont. Nem hiszem ugyanis, hogy normálisan gondolkodó ember ebbe a koalícióba nem szállna be, amelyik tehát rámutat arra a helyzetre, amit előállott. Vagyis az a regisztráció megöli a szabad választásnak a lehetőségét, itt nem egyenlő esélyekkel lehet indulni, itt tehát a választásunknak a tisztasága úgy tetszik, és akkor még nem szóltam a nemzetközi megfigyelőknek a lehetőségeiről, amik most csorbulni fognak, ami teljesen abszurd, mert megint csak. Tehát hogy mondjam, erre a helyzetre érdemes rámutatni, és az, hogy szabad választásokat követel az ellenzék, ez már mindjárt egy
hogy egy közös nevező, egy koalíciós megállapodás, úgy tetszik, egy választási koalíciós megállapodás. Az ellenzék nagyon szép tartó, és hogyha majd rámegyünk, lehet, hogy már most rámegyek, különböző érdekei vannak az egyes szereplőnek, akár még személyesen is, és pártokról is szólva. De ez összehozza a demokratikusan gondolkodó embereket, hogy tehát a választások szabadsága kérdőjeleződik meg, és akkor nagyon finoman mondtam, és ezt természetesen nem valaki ellen vagy valamivel szemben mondom, és nem is normatíve mondom, hanem leírójeleggel mondom, ezt mindenki tudja, aki ránéz a választási eljárás pillanatnyalat kinéző rendszerére. Ugye tehát a választások szabadságáért kell a hangot felemelni, és ez összehozza az ellenzéket, ez már mindjárt válaszos. Ugyanakkor világos, hogy az ellenzéknek először is arcokat kell felmutatni, ugye? Megint csak jövünk, megyünk és hallunk mindenféle olyanokat, hogy egy dolog legyőzni a Fidesz, de utána még tudni kell valamiképpen kormányozni, tehát legalább az alap programpontokban meg kell alapodni. Ezt én szívesen hallgatom, és nyilván ezzel nem lehet nem egyetérteni, de én szerintem itt vannak fontosabb kérdések is. Nem egyszerűen programokról lenne szó, hanem igazából arcokról lenne szó. Az ellenzék nem mutatott fel olyan csapatot, és nem a miniszterelnök jelöltre gondolok, mert az mindig van, az majd lesz. Hanem olyan csapatot, akik hitelesen el tudják azt mondani, hogy ők ezt másképpen csinálnak. A másképpen csinálás az tulajdonképpen megint egyszerűen fejezem ki magam, aztán majd, hogyha reggelig ütülünk, akkor még majd modifikálom, de okay. Én most kezdek rájönni, de hogy én most közben elfelejtettem, mit akartam mondani, úgyhogy nagyszerű. Igen. El tudják mondani, hogy másképp fogják csinálni. A másképp csinálás az tulajdonképpen az ellenkezője annak, ami történik. Nagyon különös, a történelmileg is ritkán van a helyzet, hogy a kormány egyes intézkedéséről elő lehet tudni, hogy az azért nem jó, mert pontosan az ellenkezője lenne jó. Tehát ez tulajdonképpen egy közös platformot teremt, és itt van mindjárt a második dolog. Tehát nem csak a demokrácia védelme és a jogállamiság és itt tovább, hanem gazdaságpolitikailag is totálisan mást kellene nyilvánvalóan csinálni. Csak mondom, hogy konzervatív szempontból is, én ugye konzervatív vagyok, ugye ez ami most történik, ez éppenséggel a konzervativizmussal szemben megy értékrendszerét tekintve. Tehát itt tulajdonképpen egy széles platformot lehet kitalálni, és természetesen szükség van azokra is, akik a Fidesz ment, mondjuk felnyitják a szemüket, és nyilvánvalóan hát fölébrednek, és egyszer csak valamiképpen látják a fényt. Ugye? Érzem, hogy mondjuk ezt a fényt már 88-ban is lehetett volna látni, még nem látták meg, de majd egyszer csak meglátják, mondom. Úgyhogy ha a szabad választások, mint követelés az első pont, akkor az már mindjárt összehozza az ellenzéket, ugye? Másfelől az arcoknak a felmutatása, és jó néhány nevet is lehetne mondani, csak azért sokan vagyunk, nem tudom, mondjak neveket, jó néhány név van, akik ott állnak, lehetne, és még belül valami. Az arcok, hangsúlyozom, az arcok fontosabbak, mint a szavak, hogy így mondjam. Tehát a mondani való, hogy milyen programpontok lesznek konkrétan, hogy az inflációt hogy lehet egy kicsit lejjebb minni, ez mind másodlagos az képest, hogy milyen arcok mondják ezeket, és ezt a mondjuk árnyék kormányt, hogy úgy mondjam, hogy ezt tulajdonképpen 2 perc alatt föl lehetne állítani, tehát lehetnének emberek, akik erről beszélnek, tehát ilyen emberek nem állnak rendelkezésre, és megint csak nem akarok senkit személyesen megbántani, de azok az arcok, akik eddig az elmúlt 2 évben az ellenzék oldalról megszólaltak, hát köszönöm szépen, ugye? Tehát inkább hagyjuk, ugye? Tehát, hogy mondjam, itt megint nagyon kevesebben lennénk, vagy látnám, hogy hátul kikülnek, akkor ezek már többet mondanék erről, de mindenesetre vannak arcok. Nem akarok ebből újságként csinálni, azt mondom, hogy van. Hát te nem akarsz. Azt mondom, hogy csináljunk újságként. Hogy jogállami szempontból és demokratikus szempontból is ezek a fontos dolgok. Eddig ugye az elmúlt 2 évben lehetett arról beszélni, hogy itt a jogállam leépülés az milyen szörny. Ez a közönségnek egy nagy részét nem érdekli. Most azonban nem a jogállami kérdéséről van szó, hanem a demokrácia kérdéséről, és én nem tudok olyan definícióját a demokráciának, ugye DAL definíció is, mert leginkább, amelyik nem éppen a szabad választásokkal operálna valamiképpen, amelyen a definícióban nem tartoznék bele a szabad választásoknak a fogalma. Vagyis a választások szabadságért érdemes kiállni, sőt, még nemzetközi fórumokat is fel lehet használni. A második dolog az arcok felmutatása, és a programnak pedig tulajdonképpen valami olyasmi vezérfonal kellene, hogy legyen, hogy tulajdonképpen minden tekintetben más kellene csinálni, mint ahogy az eddig történt. Ideértve mondjuk egy konzervatív szellemiségű kormányzásnak a követelését is, és itt nem feltétlenül kormányváltásra gondolok, hanem tulajdonképpen egy fölébredést, ugye, ahogy az előbb is szóltam erről, tehát hogy
a Fideszben is talán felnyúlnak a szemek, és egyfajta konzervatív szellemű kormányzás előbb-utóbb talán megindul. Ez a három pont egyelőre, aztán még szeretnék mondani dolgot. Zoli, Zoli vadul jegyzetel van. Sok minden van. Szóval először is, hogy a helyzetet tisztázzuk. Persze, Maricsinek tökéletesen igaza van, hogy ez a választási törvény, ez lehet, hogy egy hónap múlva másként fog kinézni, és lehet, hogy fél év múlva is másként fog kinézni, és én magam sem tudnék megjelölni egyetlen olyan végső időpontot sem, amikor a Fidesz ebben ne tudna, és adott esetben ne akarna belenyúlni. Ez nyilvánvalóan meghatározza az ellenzéki stratégiákat is. Másfelől ellenzéki stratégiát arra lehet építeni, amit éppen tudunk. Tehát miután egyikünk sem lát a jövőbe, ezért nem nagyon lehet arra fölkészülni, hogy majd a Fidesz mit határoz. Ő maga se tudja, hogy mit fog elhatározni egy hónappal később, tehát én sem tudom megmondani, hogy mit fog elhatározni egy hónappal később, és az adott helyzetre kell reagálni. Ez egy ilyen szituáció. Nekem szóval van ezzel kapcsolatosan még egy fontos előre, vagy általam fontosnak tartom, vagy számomra fontos előfeltételem, amiben a Klárihoz csatlakoznék erőteljesen. Szóval kiindulhatunk abban, hogy abból, hogy mindennek vége, csak szerintem akkor ígyuk meg borainkat és pálinkáinkat, és menjünk haza. Tehát az, hogy eljönnek emberek és arról beszélgetnek, hogy milyen ellenzéki stratégiát érdemes építeni, azt gondolom abból a reményből táplálkozik, hogy valamit lehet csinálni egyfelől, másfelől meg Rihárdosabban bizonyára egyetért velem, hogy végül is eddig minden politikai rendszerről bebizonyosodott, különösen azokról, amelyek időben végtelennek hirdették magukat, hogy aztán nem voltak időben végtelenek. Szerintem nem mindegy az, és azért itt egy... a tartalmi kérdések jelentősége is fontos, mert persze a Fidesznek az egy lényeges, stratégiai vonása, hogy képes narratívát adni arról, hogy ő miért kormányozza pont úgy Magyarországot, ahogyan kormányozza, de azért azt lehet látni, hogy ezt egy szűkülő közönségnek mondja, és hogy ez a narratíva egyre kevésbé találkozik a valósággal. Tehát amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium képes pókerarccal kiadni olyan közleményt, hogy a versenyképességi listán, ha a 48-ról a 61. helyre zuhanunk vissza, akkor az jó, és ez igazolja a sikereinket. Azért ez most nyilván nem abból a szempontból fontos, hogy 8 millió magyar választópolgár ezt olvassa, de egy illusztrációja annak, hogy a kimondott szó és a megtapasztalt valóság egyre nagyobb távolságban van egymással. Én váltig azt gondolom, hogy ennek a kormánynak a leváltása azon okokból, amiket a Rihárd elmondott a rendszer jellemzéseként, szóval ebből adódóan én azt gondolom, hogy a Fidesz leváltása az rendkívül fontos cél, de én ezzel egy szinten lévőnek azonos fontosságúnak gondolom azt, hogy mi fog következni a Fidesz után. Szerintem ez a két dolog politikai értelemben is szervesen összekapcsolódik. Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ellenzéki pártok követelik azt, hogy legyen szabad választás. Én azt gondolom, hogy követelik is, nem ismerek olyan ellenzéki pártot, demokratikus ellenzéki pártot, amelyik azt mondaná, hogy ez a választási rendszer, ez így jó. Arról lehet vitatkozni, hogy kellő erővel, kellő eréllyel teszik-e, milyen eszközöket lehet egyáltalán fölvonultatni, minek lesz hatása, hozzáteszem, milyen időtávon belül várjuk ezt a hatást, tehát hogyha ismerjük ezt az éppen aktuális elképzelést 3 hete, akkor most pontosan mit várunk szeptember végén ezektől az ellenzéki pártoktól. Tehát, hogy ez a közös alap megvan, én úgy gondolom, hogy ez tetszik nekünk vagy sem, a magyar, és szerintem erről én már egy kláris beszélgetésen mondtam valamit, szóval, hogy tetszik nekünk vagy sem, a helyzet úgy áll, hogy rendkívüli egzisztenciális problémát nyomasztják a magyar választópolgárok többségét. Hát nem lehet kijönni a fizetésekből, meg nincsen munkahely, bár erről is elhangzott, éppen ma adta ki egy győzelmi jelentést, szintén az NGM közleményeket mindig érdemes olvasni. Igen, abszolút. Tehát, hogy itt vannak olyan alapvető szociális problémák, amelyekre reagálni kell, és amikor arról beszélünk, hogy mindent másként kell csinálni, mint eddig, akkor az a kérdés merül föl bennem, hogy melyik eddig.
2010 óta, vagy 2009 óta, vagy 2008 óta, vagy 2006 óta, vagy 2004 óta, vagy 2003 óta, vagy 2 óta, azt hiszem minden korszakhatárt nagyjából elmondtam. 2000. Vagy 2001 óta, vagy 98 óta, tehát hogy melyik eddig. Ez jó, persze, hogy történjen az ellenkezője annak, ami most történik, de talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy az ne történjen, ami most történik, de ebből szerintem egyáltalán nem következik automatikusan az, hogy minek kellene történnie. Én például azt gondolom, hogy a választópolgároknak leginkább azt tudja kimozdítani a passzivitásból, és azt tudja akármilyen zászló alá elvinni, hogyha valami fogalmuk lesz arról, hogyha a Fidesz leváltják, akkor mi fog következni. Hát a Fidesz is azért szavazta a 2.700.000-re, most mondjuk ennek a szavazótábornak a fele az nyilván ilyen hardcore, de a másik fele az azért szavazott, mert valami csodát remélt. És most már csodát talán senki sem remél, de akkor valami értelmeset kéne, viszonylag értelmeset kéne arról mondani, hogy mi fog következni. Ha ez esetleg valamilyen érzelmi azonosulással is társul, az lenne az igazán nagyon alkalmas dolog arra, hogy aktivizálja a Fideszre szavazni, Fideszre per Jobbikra szavazni nem akaró választópolgárokat. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőkép az, hogy 2014 után mitől lehet ez egy élhető ország, hogy mitől fogom én úgy érezni, hogy van itt jövőm, és nem azt nézem, hogy hogyan tudok elmenni innen, de minél messzebbre és minél több időre, ahhoz azért csak kéne valamit mondanom, és ez, mondom, összefügg azzal a céllal, tehát a jobb kormányzás lehetősége, az összefügg azzal a céllal, hogy hogyan lehet kormányváltó többséget előállítani. Na most... Amit itt az ellenzéki stratégiáról mondom, szóval, hogy az MSZP-nek jó lenne a második hely, vagy hogy... Szóval ez olyan dolog, hogy én azt gondolom, hogy egyszerűen mindenkinek föl kéne mérni, hogy mi a tét. Szerintem senki nem akar második lenni, tehát hogy én nem kételkedem senkinek abban a céljában, hogy a Fidesz le szeretné váltani. Itt egyszerűen bizonyos tényekkel kell szembesülni. És erről beszéltünk a korábbiakban is, tehát, hogy az LNP bármilyennyire nem szereti az MSZP-t, tudomásul kell vennie, hogy létezik, és adott esetben az MSZP is kerülhet olyan helyzetbe, hogy neki szükség lesz pótolagos néhány százezer szavazóra. És ezeket a helyzeteket kezelni kell, és ilyen értelemben ennek kisebb súlya van, mint a kormányváltásnak és a jobbkormányzás esélyének. Egyébként a jobbkormányzás esélye az az összefogás szempontjából is lényeges, mert hogyha a mai állapotunkban összetoljuk ezeket az ellenzéki szervezeteket, akkor tényleg nem tudnának együtt kormányozni. Tehát három hónap után zavarnák el azt a kormányt, amelyik ennyire nem tisztázza, hogy mik az ő prioritásai. Tehát megint csak az van, hogy vagy egy párt fog kormányozni a saját programja alapján, vagy ha össze akarnak fogni, akkor hát valamit tartalmilag egyeztetniük kell, mert nem kezdhetik úgy egy végtelenül lelakott, energiáját vesztett, és tényleg az utolsó utáni lehetőséget megragadó, és azzal fenyegetett országot, hogy még a saját térségétől is leszakad, tehát itt nem lesz ilyen értelemben véve semmiféle türelmi idő. Aztán... Ugye ez a, hogy arcok, én mondjuk jobban szeretném, arcok helyett fejek lennének, elsősorban gondolkodó fejek. Van egy kedvenc idézetem a John Keegan történésznek van egy jó vaskos könyve az első világháborúról, és amikor ott a tábornokokról ír a vége felé, akkor valami olyasmit, nem fogom tudni sajnos szó szerint idézni, de valami olyasmit ír, hogy hát kerestek jobbakat, de nem találtak. Tehát ezért aztán azzal a tábornoki karral vívták meg az első világháborút az adott országot. Ezt csak azért mondom, azért kínálat van, ezt csak azért mondom, mert szóval... És lehet, hogy azért, mert én ilyen politikai elemzéssel foglalkozom. Szóval fanyalogni, hát akkor aki nem gondolja ezt elég jónak, menjen el politikusnak, vagy találja ki, hogy ki legyen politikus. Tehát, hogy persze rendkívüli nagy szükség van arra, hogy hordozói legyenek egy politikának, de hát ez így önmagában egy kívánság. Szóval ez nem fogja különösebben, konstruktív módon előre lendíteni ezt a helyzetet. Ráadásul szerintem bizonyos fajta, ez most furcsán fog hangzani, bizonyos fajta türelemmel vagy bizalommal talán azért érdemes lenni embertársaink irányában, legyenek akár MSZP-sek, akár LMP-sek, akár nem tudom, a SZEMA felkent tagjai, mert szóval ami most zajlik, és ezt akarom mondani, az nem egy egyszerű, és
ilyen szempontból sem szokásos ciklusban vagyunk, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy váltó párt, és akkor az elveszti a választást, de aztán felszívja magát, ír egy új programot, és neki megy a következő választásnak. Amivel most szemben áll az ellenzék, és nagy kérdés, hogy hátra áll neki vagy szemben, amivel most szerintem szembesülni kell, az, hogy itt egy pólusépítés feladata tornyosul előttünk, mondhatni, és igazából azt is ki kell találni, hogy mi a platformja ennek a pólusépítésnek, igen, legyen szabad választás, meg az is benne van, amire az előbb utaltam, hogy mi a fenét fogunk csinálni ebben az országban 2014 után. Ezt az egész dolgot az alapoktól újra kell kezdeni. És azért használtam a türelem meg a bizalom kifejezést, tehát így egymás iránt, tehát ha így leülünk, akkor legyen bizalmunk egymás iránt, mert egy pólusépítő időszakban nagyon sok rosszul sikerült próbálkozás lesz. Nagyon sok rosszul sikerült kísérlet lesz. Igazából senki nem tudja, hogy mi a recept. A receptet próbáljuk kitalálni. Tehát a magyar politikai élet így vagy úgy, de működött valahogy 10-15 éven keresztül. Tudtuk, hogy nagyjából mi bír történni, és milyen kereteken belül kell ennek megtörténnie. Ma ezeket a kereteket kellene újra alakítani, aminek vannak nagyon súlyos tartalmi feltételei, és a pólusépítés az, hát az időbe telik, meg egyébként megint csak azt mondom, hogy arcokon túl fejek is kellenek, ez egy iszonyatos intellektuális munka, ráadásul, amit szerintem nem szabad megspórolnia magának az ellenzéknek, egyáltalán nem szabad megspórolnia magának. Nem tudom, még akartam meg valamit mondani. Mondjuk, hogy ennyi. Vicsi már nagyon. Köszönöm, én is annyi mindent szeretnék mondani. Hogyha valamilyen félreértés van, az nyilván az én hibám, valahogy úgy szeretném volna mondani, hogy ennek a kurzusnak, ami most tart, ennek persze, hogy vége lesz. Tehát ugye azt sosem értettem, hogy tulajdonképpen autokratikus vezetőnek miért jó lenni. Ezt én nem értem. Azt sem nagyon értem, hogy demokratikus ellenzékben miért rossz lenni. Szerintem az egy jó állapot, hogyha demokrácia van. Hogyha, ugye jó néhány példát lehetne mondani, tehát éppen itt óvodás példákat, hogy egy ellenzék nem is akar annyira nyerni, és akkor egy darabig lesz. Van ilyen példám a mai Magyarországból is, az LMP-nek egy része pontosan így szeretne élni. Mert esetleg van igények. Igen. Sikerülni fog. Igen. Mindent meg is tényleg. Esetleg erre hamarosan rátérni, csak egy elvileg így. Igen, neki ez a siker, igen. Egy része pontosan ilyen szeretne lenni. Tehát egy pár százalékkal mindig ott ülni, és az jó. Tehát jó úgy ülni az országgyűlésben, hogy ellenzékben ül az ember, mindig demokrácia van, bármikor nyerhet, de nem nagyon akar. Különösen, hogyha én egyhangú ugye, pártról van szó, mint általában a zöld pártok, amelyeknek egyébként ma már ugye, a világ zöld pártjainak széles társadalmi programjuk van, mint minden pártnak, éppen attól lettek, hogy igazából pártak, vagy mindenben hozzászállnak, hiszen előbb-utóbb, hogyha bejutnak a parlamentbe nyilván, akkor olyan kérdésre is hozzá kell szólniuk, aminek semmi köze a környezetvédelemhez, még akkor is, hogyha mindennek mindenhez van köze, persze, de előbb-utóbb azért olyan kérdésekben is meg kell nyilvánulniuk, amelyik, mint aminek legyenek ereszt a feszület, mondjuk a tábla fölött az állami iskolák osztályterveiben. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon érdekes kérdés, de nincs köze a környezetvédelemhez, előbb-utóbb minden környezet. Minden összefügg. Sőt, van egy mélyebb összefüggés is annak. Tehát, hogy ezekhez is hozzá kell szólni. Tehát azt szeretném mondani talán röviden, hogy ellenzéknek egy demokratikus világban jó lenni. Ugye kormányozni is jó egy demokratikus világban, de nagyon fárasztó, hogy egy általában a kormányon lévő embernek ugye ezer dologgal kell foglalkozni, egy ellenzékben lévő embernek négy dologgal kell foglalkozni, vagy öttel maximum. Ugye? Egy ellenzéki párt egy-két dolgot tart napirenden éveken keresztül, még el nem jut oda, hogy kormányra kerüljön, mert akkor viszont ezrével naponta jönnek a kérdések, amelyekre választ kell adnia, és döntéseket kell hoznia, és ehhez tényleg csapat kell, olyan embert kell, aki képes dönteni. Tehát azt szeretném mondani, hogy viszont autokratikus vezetőnek lenni nem jó, mert az autokratikus vezető először egyszer csak megbukik. Minden demokratikus vezető ugyancsak megbukik, de a demokratikus vezetőknek van egy jó emlékezetük a közönség, hogy mondjam, memóriájában, ami kollektív memóriájában. Úgyhogy hát az összes nagy miniszterelnököt,
Európa történelméből, ha felsorolnám mondjuk a II. Világháború óta, mindegyik megbukott, ha csak nem halt meg előtte, mielőtt megbukott volna. Mindegyik megbukott, és mindegyik mégis nagy, ugye? Mert amíg ott volt, addig dolgozott, aztán persze egyszer megbukik. Most megint eszembe jut egy csomó név, nem akarok neveket mondani, hogy bármelyik oldalról, bármelyik országról lehetne ilyeneket hozni. Viszont azok a rendszerek, amelyek így épülnek ki, mint a mostani, azok viszont robajjal szoktak összedőlni, és az a gond vele, hogy nem értem, hogy ezt miért csinálja az, aki csinálja, mert ennek az a vége, hogy végül vége lesz. Vagyis, hogyha valaki itt ebben a teremben, nem tudom, van ilyen, abban reménykedik, hogy a Fidesz egyszer megbukik, gondolom, ilyen köztünk nincsen, de hogyha mégis lenne ilyesmi, annak azt mondaná, hogy semmi van, a Fidesz meg fog bukni. Ezt a Fidesz is tudja. De hogy akármilyen párt lenne hatalom, az is egyszer megbukni. Csak demokráciában jó megbukni, mert először is újra lehet rendezni a sorokat, és újra lehet nyerni. A demokráciának éppen az a lényeg, hogy mindig sőt, hát ugye az a váltogazdaság, amelyik bizonyos szerencsés országokban kialakult, hát mondjuk a 19. században meg kell nézni a brit miniszterelnököket, az egyik, utána a másik, utána megjön az egyik, aztán megjön a másik, és itt a különösen a század második felében. Tehát olyan, meg lehet újulni még ugyanazokkal az emberekkel is, még ugyanazokkal az arcokkal is, ráadásul ezek a demokratikus pártok, már viszont pártörvények is vannak a világban, Európában kezdték, a németek kezdték, most már a legtöbb európai országban van kifejten pártörvény, ami a pártok belső demokratizmusát is előírja, úgyhogy van egy öntisztulási folyamat. A briteknél például az a szokásod, ahol hogy valaki nagyon nem nyert, hogy előbb-utóbb lemond, és akkor nincs nagy verseny, hanem lemond, és akkor van egy szabad vezérválasztás, ugye pártvezérválasztás, általában a frakcióban szokták az ilyesmit eldönteni, most már szélesebben is. És akkor ugye az üres, megüresedett helyre választanak valakit, aki egy darabig viszi, hogyha az a dolga a pártnak, az a misszió, hogy nyerjen, akkor hogyha nagyon nem nyert, mondjuk kétszer, mondjuk nem nyert, mondjuk Nilkinok kétszer nem nyert, akkor lemond. De általában egyszer nem kell nyerni, és akkor mondanak. Kivéve az olyan kisebb pártok, mint mondjuk a Libdemek, ahol nem, sosem nyernek úgyse, ugye, de ott is azért, mit tudom én, az ember egy maximum 10 évig pártvezér, aztán utána lemond, és vagy a lordokházába megy, vagy a vidéki birtokára, és úgy elvan. Tehát nagyon azt szeretném mondani, hogy demokráciában is hogyan, nem tökéletesek a dolgok, de ugye meg lehet újulni, a szervezet is megújul, az intézményrendszer teljesen ki van építve, egymást ellenőrzik a különböző hatalmak, és a világ jó rendben. Most nálunk nagyjából ilyen volt a helyzet, épp ezért volt annyi baj vele. Hát az elmúlt 20 évben másra csináltunk, mind ezeket a rendszereket kritizáltuk, hiszen rengeteg problémánk volt. Most azonban rendszer specifikus problémánk van, most egy új rendszer van. Én nem használom azt, hogy új politikai rendszer, nem menne bele abba, hogy ez micsoda, de hogy új kormányforma van, azt szinte biztosan lehet állítani, és ezt a kormányformát még nem írtuk le, csak mondom, hogy a De Gaulle-i kormányforma, ez a fél prezidenciás rendszer, ma már nem úgy néz ki, csak mondom egy pár évet, 2005 óta nem is úgy néz ki ma már. Közben egyszer egészen máshogy nézett ki, aztán megint. Máshogy. Az például igazából, hát 58-ban indult, hát 65-re áll, végülis 80-as évek közepén írták le igazából először angolul, hogy ez hogy néz ki. Tehát hogy mondjam, még nem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen rendszerrel állunk szemben, de hogy az új rendszer az biztos, és előbb-utóbb le fogjuk írni, úgyhogy jól fog az járni, aki nyitott szemmel jár, és előbb-utóbb ezt leírja, hogy ez micsoda. Ugye mondjuk tudományos szempontból, tehát politikára nem viszi semmire, de tudományosan talán. Úgyhogy ez a hatalom ugyanúgy véget fog érni, mint a világ összes hatalma a Földön, az égben az más dolog, de a Földön, csak hogy egy demokratikus rendszerben megújulni lehet és újra vissza lehet érni. Úgyhogy nem értem azokat, akik nem demokráciában vezetők szeretnek lenni. Akik demokráciában vezetők szeretnek lenni, azokat értem. Nem fejeztem be, de nyugodtan. Még van 12 pontom, egyet ne haragudj, Ricsi, csak annyira gondolatébresztő volt, amit mondtál, hogy muszáj megkérdeznem, hogy nem gondoljátok-e, hogy a Fideszben is vannak olyanok, akik hasonlóképpen látják ezt a helyzetet, például nem szeretik, ha egy ember dönt el mindent, vagy ha átverik. Hát mekkora az esélye annak, hogy a Fideszben lévő és egyébként biztosan elégedetlen emberek valamilyen módon egy belső szervezkedést, vagy belső erodálást el tudnak indítani. Most az Zoli kapja meg először a szót. Kedvenc témáim egyike. Én nagyjából mióta politikával foglalkozom, hallok ilyen mondatokat, hogy a Tortyán nélküli kisgazdapárt, a Csurka nélküli MDF per miév, és az Orbán Viktor nélküli Fidesz. Hát biztos van ilyen, csak 20 éve nem látta senki, gondolom.
És most nem elviccelni akarom a dolgot, hanem tényleg ezt gondolom, hogy a Fidesz egész működés arról szól, hogy ilyesfajta belső ellenzék ne tudjon kialakulni. Az egész szervezet úgy van kiépítve, hogy nagyon, nagyon erőteljes függőségi viszonyok vannak. Ez a Fidesz környezetére is jellemző, tehát ezt úgy szokták mondani, és nyilván úgy párat föl is tudunk sorolni igazi konzervatív gondolkodókból, akik egyébként nem látom, hogy különösebb politikai aktivitást kifejtenének, kifejthettek volna ilyet 98 és 2002 között is, meg 2002 után is, meg most aztán pláne kifejthetnének ilyeneket. Szóval az olyan űrült erejét ennek én nem látom, és a Fideszen belül is inkább az a jellemző, hogy ilyen pontszerű ellenáll, hát még csak ellenállási gócok sincsenek, egymástól elkülönült ellenállási pontok vannak, amely ellenállási pont például azt jelenti, hogy valaki bátran nem mond le a miniszterelnök helyettességről, hogyha őt látványosan nevetségessé teszik, ami azért, szóval én ismerek olyan politikusokat, akik lemondanak a posztjukról például. Még Magyarországon is volt ilyen, aki lemondott a posztján, mondjuk a Bokros csomag környékén voltak olyan politikusok, akik tartalmi okokból lemondtak, mert úgy gondolták, hogy azt a konkrét politikai kurzust ők nem szeretnék tovább vinni, szóval ez azért nem egy science fiction. Mégsem történik ez meg. Na most innentől kezdve én nem szeretném azt kizárni, hogy majd ez egyszer a jövőben meg fog valósulni. Erre biztos nem építenék ellenzéki stratégiát, és egyébként is valahogy, szóval tényleg azt gondolom, hogy szerintem oldja meg az ellenzék a saját bajait. És akkor csinálja meg a saját pártját, vagy pártjait, vagy azt a pólust, amire szívesen szavaz, aki nem akar a Fideszre szavazni, és akkor majd utána rajzoljon magának Fideszt. De abban én különösebben nem bíznék, hogy egyszer csak előpattannak a bátor konzervatívok, és majd átalakítják a Fideszt, és nem tudom, mit csinálnak Orbán Viktorral. Megbeszélik vele, hogy mégse legyen vezér. Szóval ez nem az opció szerint, amire reálisan építhető. Köszönöm, én is így gondolom. Ez nem az a párt, mert nem is párt igazából. Tehát az is közszerű, megint tankönyvszerűen mondom, de végre is a Fidesz éppen abban különleges, hogy nem is igazán párt, tulajdonképpen egy... Hogy a legvidámabbat mondjam, mégis egy hit által összekötött egy szervezet, egy erős kiépítettségű szervezet, de végül is a kohézió, az összekötő erő, az végül is a miniszterelnök személye körüli bizalom, illetve a lojalitás. A lojalitás mondjuk így a vezetőség iránt, ahogy tetszik. Ugye mi a demokratikus világból jövünk, valamennyien láttunk már demokratikus politikust, és így tovább. Nekem is szerencsés életem volt, másod is megfordulhattam. Azt le is vonom, tehát az életkoromból azokat az éveket le is vonom, tulajdonképpen fiatal vagyok, mint tudjuk. És azt tapasztalom, hogy nem véletlenül bizakodom a konzervatív eszmékben. A konzervativizmus, és nem akarok erősen hosszan beszélni, és a leginkább ideológia, mentes, anti-ideológikus ideológia tulajdonképpen. De azt nem vitatja még egy konzervatív se, hogy van értelme az eszméknek. Az eszmék kötnek össze minket, ugye? Tehát ugye Schwarzenegger is ezer szerzőt lehetne mondani, azt veszi észre, hogy mondjuk, hogyha rendszeresen mondjuk ebben a teremben döntéseket kéne hoznunk, a legkülönbözőbb kérdéseknek azt mondjuk észre, hogy bizonyos döntésekben mi mindig ugyanúgy szavazunk, azok meg mindig máshogy is itt van, tehát előbb-utóbb kialakulnak pártok, nem azért, mert mi szeretjük egymást és azokat nem szeretjük, hanem azért, mert mi nekünk az eszméink valamiképpen összekötnek, és az egyes szakpolitikai kérdésekben is megnyilvánul. Hát már bocsánatot kérek, tudom, hogy ezt a magyarok nem szeretik, de sajnos én ezeket az eszméket valom. Például azt, hogy ezt innen odébb teszem egy centit, vagy 6 centit, ezt én le tudom vezetni a konzervatív eszmevilágból. Az egyes szakpolitikai lépések az eszmékből következnek. Még akkor is, hogyha ez most túlzásként hangzik, majd esetleg beszélhetünk róla. Hogyha a pártok is azért vannak, hogy az eszme összetartsa őket, hogy mondjam, az a fajta ideológia, politikai ideológia. Ugye valaki vagy szociáldemokrata, vagy az egyenlőségben hisz inkább, hogyha konfliktusba kerül. Általában nem kerül konfliktusba a szabadság és az egyenlőség, mert mind a kettő gyönyörű elv, nagyszerű érték. De vannak helyzetek, amikor konfliktusba kerül, és kell tudni dönteni, hogy akkor melyiket választjuk. Ez
abszolút hangzik, de mégis a legkonkrétabban is meg tud ez jelenni, ugye mondjuk az egykulcsos adó kérdését. Már most általában pártokat tehát az ideológia tartja össze az, hogy az emberek közös módon gondolkoznak adott dolgokról. Pártprogramok, és akkor itt az előző kérdésre is visszatérnék, pártprogramokat a pártok persze írnak, ezt a kutya sem olvassa. Én nem találkoztam még hosszú életem során olyas valakivel, aki végigolvasott volna egy pártprogramot, de még olyat se... Ő írta. De még olyat se, aki olyas valakit ismer, aki végigolvasott valami ilyesmit. És mégis meg kell írni a programokat. Én vagyok leginkább, aki a szorgalmazója a pártprogramoknak, a választási programoknak a megírásának, amelyek ugye a választási program, aztán később esetleg kormányprogrammá vagy koalíciós megállapodás alapjává válnak, ugye? Ami kormányprogram címén az elmúlt 22 évben ment, ideértve az elmúlt két évet, és az persze egy vicc, de ami választási program címén ment, az nem volt annyira vicc. A választási program az persze föltehető a posztra, a kutya nem olvassa, de mindenki tudja, hogy abban van valami. És az, hogy abban van valami, az esetleg kinyitható, de nem muszáj kinyitni, mert úgy is tudjuk, hogy milyen, mert azért tartozunk bizonyos pártok közé. Egy párt, egy demokratikus párt, amelynek van egy eszmélyisége, úgy mondják magyarul, hogy ideológiája, politikai ideológiája, azt tudja a választ egy olyan kérdésre is, ami még fel sem merült. Tehát nem is írta bele a pártprogramba. Mondjuk egy pacifista párt nyilván tudja előre, hogy milyen döntést fog hozni egy háborúval venés kérdésében. És itt most direkt egy olyan példát mondtam, ami nem jellemző Magyarországon. Tehát van értelme az eszméknek. A Fidesz nem tartja össze semmilyen eszme, hogy tetszik pragmatikus párt, ugye? A Fidesz egyetlen dolog tartja össze, a lojalitás, a vezetőség, és akkor finoman mondom, Irán. Ha egy fideszes képviselő, de hát azt inkább ne. De mondjuk egy Fidesz hívőt megkérdezünk, hogy adott kérdésben mi az álláspont, amíg nincsen hivatalos álláspont, addig az illetőnek sincsen álláspontja, mert hiszen nem tudja, hogy végül is holnap mi lesz az álláspont. Ez rossz a Fidesznek. Tehát, hogyha a Fidesz tudná, hogy ez rossz, akkor nyilván nem így csinál, de azt hiszi, hogy ez jó, ez nem jó. Ez mindenkinek rossz, nekik leginkább. Az ember tudja a válaszokat akkor is, ha nem kérdezte meg a főnökét, mert van egy eszmélyiség, amiből következnek az adott kérdésben, a konkrét kérdésben is válaszok. Most mi a Fidesz tehát ez a fajta lojalitást tartja össze. Hogyha innen kivétetik a vezér, ne adja a vég, akkor a Fidesz persze összedőlt, hát megszűnik az a fajta kohéziós központ, centrum, amihez igazodni lehet. Ugye az említett miniszterelnök helyettes, a legfőbb motivációja ez a bizonyos lojalitás. A lojalitás váratik el. És akkor még csak a pártról beszéltem. Azért nem egyszerű ma este beszélgetünk ezekről, mert ez még mindig csak a párt, ami nem is igazán párt. De itt nem a pártról van szó, hanem egy rendszerről. A párt kiépítette magában a rendszert, ma párton belül, de most már kiépítette az országon belül is a rendszert. Látos, nem csak kormányon, hanem az előző 8 évben ellenzékben is kiépítette egy rendszert. És majd erre is szeretnék visszatérni, csak nehogy elfelejtsem. Hogy tehát van... Megtörtént, azt hiszem, azt látom most, hogy a fiúk egyszer csak egy dologra tudnak koncentrálni, most szóltam, hogy már nem tudom, oltatottam, azt tudom, hogy egyszer ide bejöttem, hogy mit kezdtem. Igen, tehát az egész országban kiépült egy rendszer, ahol mindenki igazodik, nagyon kellemes a rendszer. Úgy hívják, hogy nemzeti együttműködés rendszer. Ez nem csak a Fidesz központosított vezetését jelenti, hanem az egész rendszert. Nem csak a gazdasági életben, a politikai életben, a szociális területen, még a szakszerti vonalon is, és így tovább. Minden, hogy mondjam, ez nem is a képviseleti demokráciának a rendszere. Orbán Viktor új államról beszél, éppen azt mondja, és hát semmi különös nincs, hát ez teljesen világos, hogy az ember ránéz erre a történetre 88 óta.